A Csángó Rádiónak szeretnénk üzenni az énekeinken keresztül és az elmékedésen keresztül Gyimes Bükkből. Ma este indul a régi szokás szerint az imacsoport az egyes házoknál találkozik, szállást keres a Szent Család. Ma este ebből az imádságból szeretnénk két éneket elénekelni bevezetőül. Antal Ibolya, Gyimes Bükk. Antal Beáta, Gyimes Bükk. Pidág Mária, Gyimes Bükk. Betlehem fogad belül, Jézus szállás kér. A hajlóban felnyergőn, Jézus szállás kér. A játszolba Jesus,
Kedves rádió hallgatók, kedves vérim, murvai testvérek! A vasárnapi olvasmányok bátorítanak bennünket, örömre szólítanak fel. Daló és Sion leánya, zeng éneket Izrael, örülj és újjong egész szívedből Jeruzsálem leánya. Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól. Továbbá így bátorít, ne félj Sion, ne lankodjon kezed. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével. Örül majd neked újongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne. Kedves rádió hallgatók, kedves testvérek, az egész adventi időszak az örömnek az időszaka. Várakozunk az Úrra, az ő szeretetével akarunk eltelni, és a régi évszázados hitünk, hagyományaink ezt az örömet belerották a lelkünkbe, szívünkben, és természetessé vált az, hogy ilyenkor örvend a keresztény közösség, örvend a moldvai település, örvend az egész falu, mert valami csodálatos dolog megy végbe, körébe. Krisztusban szeretett testvérek, mindig azaz, köszöntöttelek eddig benneteket, hon vannak? Igen, én nagyon szeretném, hogy hon legyetek. Hon a gondolkodásban, otthon legyetek a békében, a szeretetben, az egyetértésben. Otthon legyetek, és erre törekedjetek, hogy ezt a hon beli állapotot megalapozzátok, megerősítsétek. Ebben segít nekünk egyházunk az adventi időszakban, az Isten szava igéjén keresztül, mely elevenné élővé tud tenni
ott, ahol vagyunk, ahol élünk, a nehézségek, megpróbáltatások közepette is. Mindennek a titka az, hogy szövetkezni kell az élet urával, aki a semmiből megteremtette az egész világot. Akarta, hogy legyen, és lett. És ma is akarja mindenható Isten, hogy legyen. És most, vasárnap arra szólít fel bennünket, örömben éljünk, örömre keljünk, ujjongjunk. Az öröm vasárnapja, Gaudete vasárnapja van. Most adventben a moldvai településeken mindenhol régi, szép hagyományokat élesztenek föl. Gyermekkoromban emlékezek vissza, és ezeket az emlékeket szeretném most újból felidézni, mert valóban abban az előkészületi lázban igazi öröm töltött el bennünket, gyermekeket, de felnőtteket is. Szervezkedtünk, csoportok verődtek össze, barátok, baráti közösségek alakultak ki, készültünk az éneklésre, a kántálásra, a karácsony esti éneklésre, amikor elmentünk egyes családokhoz, rokonokhoz, barátokhoz, megénekeltük őket. De ugyanakkor ebben az időben készültünk az új évre, mert új év előestén mentünk köszönteni, új évet kívánni a keresztszüleinknek, a rokonságnak, a barátoknak. De nem csak ez volt, hanem ott volt az apró szentekelés, amikor virgáccsal a kezünkbe mentünk, és meg apró szentekeltük a rokonságot, a barátokat. És azon kívül ott volt a buzavetés új évkor, amikor szintén átléptük a ház küszöbét, és áldást kértünk az új évre, a Jóisten áldását kértük a családra. És a csodálatos az egészben az volt, hogy mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, nagy örömmel fogadtak, és nem haragudtak meg, nem nehezteltek azért, mert végig tapostunk a szobájukon, vagy egyszerűen a buzával teleintettük a házat, vagy a virgáccsal jól megveregettük, ilyenkor ez hozzá tartozott, örvendett mindenki, és legfőképpen örventek nekünk, és mi is örventünk nekik. Igen, ilyenkor egy csodálatos élet alakult ki, és én azt mondom, hogy a közösség ilyenkor gyökereiben alakult, formálódott. Mert a baráti körök ilyenkor verődtek össze, és akár számomra, de többi csoport számára is egy életre szóló barátság alakult ki. Akkor, amikor elmentünk az ablak alá és énekeltünk, akkor, amikor megkerestük a csoportban a muzsikusokat, a furulyásokat, a szájmuzsikásokat, vagy akár a harmonikával játszókat, vagy akár a hegedűvel játszókat, a tilinkóval, még így tovább sorolhatnám. Igen, ilyenkor kialakult egy csoport, egy baráti közösség, és ez egy életre szólt. És mindenki tudta, hogy ki mire képes. Vagy akár új évkor, aki a köszöntőt mondta, hosszú szöveget kellett elmondjam, és valóban ilyenkor úgy kitűnt ki a jobb képességű, vagy ki a jobb énekes, vagy ki a jobb muzsikus. Nagyon-nagyon szép volt, mert alapjában mindenki megkapta a közösségben a maga helyét. És öröm volt ebben a közösségben élni, láz, öröm, szeretet töltött el bennünket a készülődésben. De ugyanakkor a felnőtteknek is megvolt a maguk szerepe. Reggel korán a hajnali mésére ébresztettek bennünket, és mentünk, hogy minél többször részt vegyünk a reggeli rórási szentmiséken. És visszacseng a szívemben, lelkemben a rórási énekek, az urangyala éneklése, vagy a csengőnek a szava, a harangnak a szava, amikor hajnali 5 órakor mentünk, és talán sokszor is úgy a csúszós úton elestünk, félig álmosan, de ott voltunk a templomban, örventünk egymásnak, és mint egy versenytünk, hogy ki hányszor tud eljutni. És
Ilyenkor ebben az időben volt a disznóvágásuk. Talán ezért egy kicsit úgy megnevetnek, kikacognak, de szeretett testvérek, úgy gondolom, hogy valóban ez a szokás is, ez a disznóvágás, szokás valóban alakította a közösséget. Mert számunkra, a családom számára ilyenkor külön ünnep volt. Ott voltak a testvérek, ott voltak a rokonok, ott volt a rokonság, és mindenki besegített, hogy minél hamarabb tudjunk eleget tenni, elkészítsük az eledet, a kolbászt, a füstölnivalót, és így tovább a többieket. Reggeltől estig tevékenykedtek, dolgoztak, mindenki a maga helyén. Mi gyermekek ott voltunk közöttük, mint egy ellestük, megtanultuk ezeket, és a későbbi időkben mindenki úgy maga végezte otthon, tudta vezetni ezt a munkálatot, örvendett neki. De ilyenkor nagyon sok, akár ének hangzott el, nagyon sok viccelődés, nagyon sok beszéd, akár gondok, bajok, problémák megbeszélése, és ilyenkor mi is a készülődési lázban, a keresztülőkkel találkozva, mint egy meghívtak bennünket, mint egy figyelmeztettek, aztán az éneklésre, vagy az újévi köszöntőre, vagy a többire, nehogy kifelejtsük. És mint egy számon kérték tőlünk, mit tanulunk, melyik énekeket, milyen köszöntővel elősegítették ezt a készülődést az ötleteikkel, gondolataikkal, a régi virágnak a szokásaival. És öröm volt valóban ebben a közösségben élni így. Kedves rádió hallgatók, kedves véreim, módvaiak, nagyon-nagyon szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ti is lejjétek meg ezekben a hagyományokban a régi világnak a szépségét, mélység. Én hiszem, hogy valóban ebben jelen van az Isten. És most, amikor örömre szólít föl bennünket az egyház, akkor arra is hív, hogy a mindennapi életünkkel, a mindennapi tevékenységünkkel, a mindennapi szolgálatunkon keresztül párosulva éljük az életet, vigyük bele az Istent, az ő jóságát, az ő szeretetét. Mert Isten a jóság, mert Isten a szeretet, mert Isten valóban a tökéletesség. Öröm, jókedv, imádság, hit millióje volt az a közösség, amelyben éltünk, amely fölnevelt bennünket, és amely addig összetudta tartani a közösséget. Sajnos ezeket lassan-lassan leépítették, vagy próbálják leépíteni, ellopni, megsemmisíteni, és ezáltal a közösséget is tulajdonképpen teljes egészében a semmibe hullatják vissza. Felelősség számunkra, hogy ezeket a hagyományokat ápoljuk, felszínre hozzuk, énekre tanítsuk a gyermekeket, ezeket a szokásokat belevigyük a mindennapi életünkben. Igen, testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, mondja Szent Pál a Filippiekhez írt levelében a 4. fejezetben. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Igen, testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Figyelmeztet bennünket a apostol. Márton Áron Isten szolgájának a gondolatait szeretném idézni, és ezen keresztül bátorítani benneteket. Ő azt írja, ha a lerongyolódott magyar értelmiség a tanár és tanító testülettel az élén felismeri hivatását, egy népet olyan mélyre vert, ezer ágazású gyökérzettel fog megkötni, hogy apái földjéről sem történelmi földindulások, sem gonosz szándékú politikai szerek nem tudják eltépni.
az erdélyi magyarság ravatalra kerül, ha a népi élet mélyéből a megújító források fel nem fakadnak. Támasz nélkül, sőt ellenséges szándékok, elnyomó törekvések között egy faj megmentésének történelmi feladatára hivattunk. Erőnk a lelkesedés, és ez mindenható. Számomra ezek a szavak profétai szavak, és az életnek a gyökere, az életnek a kiteljesedése található benne. Sokszor bátorítottam, és az előző helyeken is, ahol voltam, Márton Áron püspök atyának ezek a szavai nagyon sokat jelentettek számomra, és most is nagyon sokat jelentenek, mondhatnám, hogy életemnek az irány elvei közé tartozik, erőnk a lelkesedés, és ez mindenható. Pénz nélkül betegségben, nehézségben, megpróbáltatásokban is lelkesednünk kell a Jóisten tanításában, erőt kell merítenünk belőle, és ez mindenhatóvá tesz bennünket a mindennapi munkánkban, szolgálatunkban, mert az Isten mindenható. Én az Isten, a legerősebbek vagyunk, mondja Nagy Szent Teréz. Igen, én és az Isten, ha vele járom életem útját, akkor erős vagyok. Szeretett testvéreim, Isten a szeretet, Isten az öröm, Isten a nehézségek közepette is akarja az életet nyújtani nekünk. Ma az evangéliumban ezek a szavak is elhangzanak, amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk. És ő megmondta, hogy mit tegyenek. Mi is nagyon jól tudjuk, hogy mit kell tennünk. Hiszen a lelkiismeretünkből tekintünk, ő megszólít bennünket. És ilyenkor adventben, úgy, ahogy már az előző gondolatok is kifejezték ezt, szükségünk van az elcsendesedésre is, szükségünk van egy pici megállásra, szükségünk van egy róráti szentmisére, szükségünk van egy vasárnapi szentmisére, hogy az Úrnak az igéjéből erőt merítsünk. És ő szól hozzánk. Sajnos a nagy készülődési lázban saját magunktól futunk, rohanunk, nem merünk találkozni önmagunkkal, és így az emberiség a saját maga vesztébe rohan. Nagyon sokszor a közösségeink ezen keresztül a saját közösségi életét pusztítja, ítéli halálra. Meg kell állni. És észre kell vennünk azokat is, akik mellettünk vannak, embertársainkat. Keresztelő Szent János azt mondja, akinek két ruhája van, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. Jöttek a vámosak is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá, Mester, mit tegyünk? Ezt felelte neki, ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik is felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Igen, szeretett testvéreim, tovább sorolhatnánk ezeket, a mai viszonyokra és a mai helyzetre lefordítva, azt hiszem, hogy mindenki, ha szembe mer nézni önmagával, megtalálja erre a választ. És még sok mással is búzította a népet, így hirdette nekik az üdvösséget, halljuk az evangéliumban. Jézus búzít bennünket a történéseken keresztül, az eseményeken keresztül, a falu közösségén keresztül, ott, ahol élünk, megszólít nap, mint nap, minden egyes pillanatban szól hozzánk, mert ő mindig velünk akar lenni. És hogyha az életet választom, ha az Istennel társulok, akkor az öröm a szívemben költözik, és valóban meg tudom élni az igazi életet, az élet teljességét megtapasztalom. Öröm, amely az új életnek a forrása. Egy csodálatos szó, amely túlmutat önmagán, az eseményeken, a nehézségeken. Egy szó, amely a szegénységben, a nehézségben, a megpróbáltatásban is
új világot tud varázsolni a szívünkben, lelkünkben, otthonainkban. Örömünk legyen az Isten, és ez mindenhatóvá tud válni a mindennapi kihívásainkban. Adja a mindenható Isten, hogy ez így legyen. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy megváltunk érkezésének ünnepét, örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban is, Krisztus a mi Urunk által. Amen.